Warner Bros. Ez már a multiverzus, srácok. Aki esetleg nem ismerné, nem hallott volna róla, annak azt mondom, hogy olyan, mint a Super Smash Bros., a Brawlhalla, a Nickelodeonos All-Star Brawl, és illetve például a Nidhogg is hasonló. De hogy ez egy ingyenes platformer brawler játék. Ami, olvastam, ami érdekessége, azon kívül, hogy a Warner Bros-os franchise-ok beli karakterek láthatók itt, és hogy idén fog megjelenni, amellett, hogy ingyenes, azt már nem tudom, hogy mondtam-e, de ingyenes lesz, de is most zárt beta. Olyan netcode-dal rendelkezik, ami nekem nagyon-nagyon tetszett, és én nem tudtam róla, sőt, lehet, hogy csak én nem tudtam róla, hogy ilyen van, hogy olyan a netcode, hogy ha esetleg, tehát nincs olyan, hogy beáll, akadozik, meg ilyesmi, ha nézed az enemit, ez a rollback netcode, ez olyan, hogy előre kikalkulálja a mozdulataidat, és hogyha nem azt csinálod, akkor nagyon gyorsan rollback-kel. Tehát, hogy mit tudom én, mész előre, elmegy a neted, akkor kikalkulálja ez a cucc, hogy te továbbra is előre akarsz menni, és ha visszajön, és te közben hátra mentél, akkor gyorsan vissza hátra megy. Ennek az a lényege, hogy nem lesz olyan gond, ami a brawler játékoknál gond szokott lenni, vagy legalábbis a régebbieknél, hogy így megakad a karaktered, és nem csinálsz semmit mások szemszögéből. Szóval ez a rollback netcode, ez így tök érdekes, szerintem. Legalábbis nekem nagyon tetszett. Jelenlegi karakterek, amik így benne vannak, azok az alábbi franchise-okból vannak, például DC Comics, Looney Tunes, Scooby-Doo, Steven Universe, Adventure Time, The Iron Giant, Game of Thrones, Tom és Jerry, és Multiversus exkluzív karakter is van. De hogy ilyen Arya Stark, Batman, Superman, tapsi-apsi ilyenekre számítsatok majd. A kontrollerrel fogjuk nyomni majd természetesen, miután legyőztük a menü boss-t. Nagyon nyomja. Mi az a brawl játék? Hát az a brawl játék, amikor így láttad, hogy így vagytok vagy 1v1, vagy 2v2, és így harcoltok. Hát hasonló, mint a Mortal Kombat. Igen, azért mondtam, hogy példának a Brawlhallát, hogy így nyomjátok különféle fegyverekkel. Hát igen, úgy kezdtem, hogy olyan, mint a Super. Jó, hát most nem fogom mindenkinek egyesével elmondani, hogy mit mondtam el 2 perce. Nézzük a tutoriát, ne haragudjatok. Majd beszélgettek együtt, és akkor megismétlitek, amit hát én mondtam. Azt mondja, megtanuljuk most az alapokat. Átállíthatjuk bármikor, hogyha nekünk nem tetszik ez a jelenlegi beállítás. Balra, jobbra, föl, le, googolás. Bozont, hogy nyomja. Tutorial bot. Én nem akarok megütni egy nőt. Szerencsére nem is kell. Van magasugrás, és van kisugrás is. És van dupla ugrás. Na, dodge. Jaj, de jó. Jaj, ez nagyon tetszik. Hogy mozog már bozond? Levegőben dodzsolás. Na, nézzük. Azt mondja, hogy ugrás. Hát, ez nagyon jó. Na, támad. Ne, nem akarom. Wow! Ott vannak a számok, mekkorát kap. Jó, tehát akkor
Föl és ütés. Ez mi volt? Ja, értem. Hát, hogy el is kell találni az enemit. Na, várjunk. Ez nem az. Tehát, hogy le X. Nem adja be. Miért nem adja? Aha! Ezt a lefelét, ezt nem annyira. Akkor lehet, hogy ezt itt kell. Á, értem. Tehát, hogy ezt a földről kellett, semmiféle ugrás nem kellett belevinni. Oké, okay, special. Wow! Hát ez Dragon Ball copy, tessék. Azt mondja, hogy oldalra Y. Hoppá. Aztán lefele Y. Hogy megfogott egy szendvicset? Aha, persze, visszaugrik, csaló. Hoppá! Fantasztikus! Na hát, ezeket megtanultuk. Azt mondja, ugrás X. Ja, igen, ezt néztük. Jó, hát szerintem ezeket most fogjátok tőlem utoljára látni, hogy én ilyeneket csinálok. Aha. Na, mutass még nekünk valami kombatos dolgot. Ez most, ja, hogy el kell püfölni? Én most szeretnék olyat, hogy igen, és akkor mehet. Uff, uff, csicsat! Le is esett, meghalt. Tehát ez nagyon könnyű volt. 200 HP-ja van. Combo attack! Fantasztikus vagyok, azt mondja. Charge attack. Mert azt mondja, hogy... Ja, értem. Na. Good job. Unique special. Na, nézzük. Le lett gyengítve. Unique special. Lefele Y. Igen. Aha, és el is tudom dobni. És más, vagy csak én tudom felvenni, nem tudom. Teamwork. Wow, amúgy nagyon tetszik ez a Wonder Woman-es képesség is. Rain Dog. Hát, hogy így lehet rángatni. Ja, vissza lehet rántani, aki esetleg le akar esni. Nem látok semmit. Ja, értem, tehát, hogy ezzel a karaktereket gyakorolni, és akkor meg kell menteni a másikat. Értem. Tehát, hogy bíznom kell abban, hogy az AI jó lesz. Igen, tehát megtanítja nekünk a játék azt, hogy a platformról le lehet jönni. Most meg az, hogy használjuk az előbb megtanult dolgokat.
Hogy is kell ezt eldobni? Aha. Aha, értem. Na várjunk csak. Ezt nem tudjuk megcsinálni vajon? De meg tudjuk csinálni, jól van. Ez kemény. Jó, mindegy. Azért nem kéne leesni. Mondjuk, mi lesz akkor, ha leesünk? Tutoriálbot. Na, hát ez az, ami kell nekünk, hogy kirúgjuk, elrúgjuk a fenébe a Wonder Woman-t. Nézzünk-e még több tutoriált? Mi van ott a még több tutoriálban? Advanced tutorial. Aha. Armor break, down spike, dodging, dodge attack. Na hát ezek azok, amiket jó, hogyha megtanultak, hogyha szerettek ilyen brawler játékkal játszani. Persze. Én testre akarok mindent szabni. Főleg a grafikát. Very high, nagyon jó. Very high, az is. Ha valószínűleg itt, tehát akkor valószínűleg jók vagyunk. A V-szinket kinyomjuk, illetve teljes full screenbe játszunk. Tökéletes. Streamer mód, azt szeretnénk. Bár most már lehet, hogy mindegy, mi? Subtitle. Eljött egy medium subtitle. Maturális language? Nem, az olyat nem akarunk. Battle Pass. Na tessék, már van benne Battle Pass. Lady Rainicorn. Ó, egy kicsit előre szaladtunk. Mi ez itt? Tehát egy táncot is meg lehet tanulni. Én a Batman-nel akarok játszani. Lehet Batman-nel játszani, srácok? Samurai? De jó. Jó, tehát ilyen a Battle Pass Collection. Itt vannak a karakterek, amikkel lehet nyomni. Ott van Superman. Kétezer izébigyula a Batman. Hát jó. És itt vannak ilyen rólok is, hogy melyik karakter milyen főleg. Itt a move list. Persze, ezt már be is magoltuk. Jól van. Karrier. A level 0-ás vagyok. Mehet a játék egyébként. Lehet custom game-et is csinálni. Botok ellen, vagy normál? 1v1. Lehet nyomni 1v1-et is, de a teamet javasolja. Kópba, AI ellen, practice, tutorial, custom game. Jól van, menjen egy ilyen normális. Choose your character. Hát, Európa. Persze, jó lesz a crossplay. Az. Menjünk egyet bozonttal, amit szóltak, jó lesz az. És még skinje is van. A Battle Pass tier 1-en. Hogy lehet benyomni az emote-ot? Én akarom. Mit tudom én, hadd szóljon. Azért milyen már, hogy a bétába is limitálja a karaktert. Ja, hogy ugye meg kell venned? Na, nézd meg, neki már Batmanje van. Ott meg Arya. Arya és Taz. Pörkök. Azt mondja, hogy pörkök. Állokkoljuk az első perkünket. Mastery level 2 kell egy adott karakterrel. Aha. Hát nekünk nincs pörkünk. Nepe, Arya-nak meg már van. Na, oké. Prepare yourselves!
Harcba lehet az emote-ot használni? Ó, oh, oké, és Terminátor. Ez egyébként a bétának az utolsó napja. Bár lehet, hogy még holnap is lehet vele játszani. Nagyjából egy hete kaptam meg a hozzáférést, csak... Micsoda pálya! Nyomtam egy emote-ot. Majdnem leestünk. Ajaj, túl sok sebzés. De rég jártam itt, mosolygós fej. Bocsi. Ajaj. Na! Na-na. Ajaj! Hát kirúgtak, srácok! Ajaj! Jaj, hát az én vagyok, aki majdnem leesik! Mik azok a számok amúgy az enemin? A tag délé azt mondja. Lögdösöm őket. Minél magasabb, annál távolabbra rúgom. Á, értem. Ne. Jaj! Hát, oda néz! Hát én csak spammeltem egy izét. Főleg egy gomba. De amúgy nyertünk. 384 damage! Wow! Wow! Rematch? Nem, köszi. Wow! Lehet neki adni egy toastot. Mindenkinek lehet adni toastot. Mindenkinek, hát ez nagyon jó. 12-ös hózásnál vagy mennyinél pulykává is változnak. Én tudok sózni? Bozon tud sózni, vagy? Vagy hogy? Hogy van ez, srácok? Offense perk. Bozonddal kell játszanunk akkor továbbra is. Uh-huh. Tehát lehet rematchelni, azért is jár pont egyébként. Battle passba. De az sózott? Ja, én azt hittem, hogy én sózok. Choose your character. Én aztán nem értek ez a játékhoz. Adjad! Mármint ez az univerzumhoz. Na, és akkor most... Ring out. Ki lehet rakni, hogy Targaryen banner. Hát akkor mehet a Lannister. Itt lehet még itt állítani. Alap banner.
Ez mi? Badge-et is lehet állítani. Önounce-et lehet beállítani. Oké. Ezek az emotok. Na menjen, és akkor utána tudunk ilyen perket. Itt mindenkinek, srácok. Meg ki kéne próbálni egy másik karaktert is. Na tessék, most Superman. Most Superman van velünk. A mini atakjaink az a levegőben sokkal többet fognak sebezni. Auto equipment. Oda néz. A level 4-es a Superman. Egy level 2-es és egy level 4-es a level 1-esek ellen. Gyanús. Ez unbalanced, srácok. Minél nagyobb a szám, annál nagyobb a knockback. Harley Quinn-nel is lehetne nyomni. Na, végre egy normálisan kinéző pálya. Lögdösöm őket. Na. Mi az, hogy fésztol? Ellopta az arcomat! Hagyjatok már békén! Ez mennyi kebab belük? Rugás! Jaj, majdnem leestem. Hagyjál már! Na végre! Na végre! Júj! Metahumánus aktivitás. Ilyen ter az egy gombos játékos. De nagyon jól megy. Az egy gombozás nagyon jól megy. Adjatok békén! Adjatok békén! Ajaj! Árjának ott a pitéje. Forró a pite. Júj! Júj! Nagy a baj! Júj! Erézset! What? Mi történt? Jó. Az előző pályában mi volt a baj? Hát hogy nézett már ki? Szevasz, sószín. Mik azok a számok? Hát azt mondta nekem Gárdob, hogy azok a számok azt jelentik, hogy akin sok a szám, azt távolabbra tudjuk rúgni. BO3. Wow. Kérdés, a rendes game júliusban jelenik meg? Én nem tudok dátumról. Még. Azta. Persze. Mehet újra. Konfirmáció. Na tessék. Most már olyanunk van, hogy... igen. Valami újat nem kaptunk semmi. De mint hogy nem tudom. Így kaptunk valamit, de az csak 11-es szinten lesz. Tehát snowball effect... nem tudom, ezt így nem engedi. Vagy csak egyet lehet ezek közül? Nézzük csak. Ki lehet venni? Clear? Nem, csak egyet enged. Érdekes. Ezek már Mastery level 4-en lesz.
hogy a bejövő sebzés csökken. Egy kék, egy piros és egy zöld. Aha. Tehát hármat is betenni, a, ami megvan. Prepare yourself! Jó. Ugyanazok ellen nyomjuk. És ugyanazokat a karaktereket hozzánk. Na, nekem már amúgy ez nagyon tetszett, ez a rúgdosás. Hát a rúgdosás megint. Az a gond, most már tudják, hogy rám kell figyelni. Egy jobbra, egy balra. Egy balra. Jaj, egy jobbra. Egy jobbra. Még jobbra. Még jobbra. Ne, engem ne jobbra. Júj. Ellopta az arcát. Júj, 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 nagy a baj! Srácok, leestem egyszer. Oda a no-hitránom. Oda a no-hitrán, srácok. Ne legyetek rám mérgesek. Honnan jön már vissza ez a Batman? Nem jöhetsz vissza? Menjél innen! Nézd meg, nézd meg! Bántanak! Júj! Majdnem! Hagyjál! Batman! Egy már innen! Na végre! Menj innen, Batman! Nincs szendvicsezés! Jajaj! Valami számok nőnek rajtam! Nagyon! Kapod! Adjál már! Hát hihetetlen! Ez az! Nagyon kapom! Rúgás! Amúgy nem csak egy gombot kéne nyomni, de ez olyan jó! Júj! Ha egyszer megtaláltam a tuti gombot, júj, hát mindjárt leesek. Na. Batman. Akkor a Batmannek le kell esnie. Az össze kellett volna jönnie. Nem jó. Ah, hihetetlen. Ne! Hát... Na! De most hogy álltok át? Végül is... Mizért? Tehát, hogy... levertem őket, tehát, hogy... Na. Végül is kapták. Csak... Hát... Nem csak egy gombot kéne nyomkodni. De hát egyébként kikapnék. Kryptonian skin. Ez Bozon kapta. A kryptoni bőrt. 478 kiosztott damage, mi lett volna, hogy a több gombot is nyomkodsz. Na ez az. Na ez az. Mennyi pénzünk van? 970. Tehát jó, ha meg lesz Batmanre a pénz, akkor cserélünk. Vagy valamit meg kéne nézni. Mágus. Oda néz. Tapsi-apsi mágus. Akkor lehet tapsi-apsit kéne nyomni.
Vagy Harley Quinn-t. De lehet játszani? Hogy ne lehetne játszani? Na, megnézzünk egy új karaktert, csak nehogy azt mondjátok, hogy amúgy nem csinálok mást. Na itt is főleg a kirúgást akarom csinálni, hogyha tud ilyet. Na nézzük. Nyomkodjuk majd össze-vissza. Level 17-es Harley Quinn és 4-es Jake, meg egy 1-es Harley Quinn és egy 5-ös bozont, értem. Ok. Nem baj. Túl jó a vírétem, igen, nagyon feltoltuk az MMR-ünket. Ez a Batcave-be lesz, srácok, ez a meccs. Van-e custom? Én úgy vettem észre, hogy nem lehet custom-be joinolni Terminátor. Tehát, hogy csak haverok tudnak együtt játszani. Let's make this quick. I've got couplings to polish. Na-na. Hopp, ott valaki leesett. Leesett a level 17, mondjuk attól még, hogy nagy a szintje, még lehet, hogy noob. Én meg hílelődök, wow! Például a dodge-ot még nem is nagyon használtam. Mi lett volna még, ha a dodge-ot is használom? PS-ről nyomja például. Már megint. Túl jó. Túl jók voltunk, srácok. Valaki kilépett, nem bírta. Oda néz. Rögtön. Hát micsoda account level növelések vannak itt. Konkrétan csalások vannak. Vertikális damage boost. Hogy szinteződik a Battle Pass is? Mármint szinteződne. Nézzünk egy másik karaktert. Azt mondja, Arya. Arya egy expert. Még bekerül? 2000 is? Aha. Jó. Ilyet finn amúgy, nem? Azon, amikor SSG-re vált, mindig eldob Scooby-Doo snacket, ami HP-t ad. Ó, én meg azt hittem, hogy én csináltam valamit. Finn kemény, azt mondjátok? A 17-es szintű játékos már tuti ismeri a metát. Nem ismerte, úgy néz ki. Úgy néz ki, hogy nem ismerte. Mikor kaptam a kulcsot? Egy hete. Amikor elkezdődött a zárt alfa, vagy ez is mi, zárt béta. Na, ez a kedvenc pályánk. Pacsi! Mik azok a coinok? Na-na! Nagyon nyomják az ugrálást itt a srácok. Mit csinálhatok vajon a sok coinnal? Yeah.
Honnan tudsz vásárolni sebességet vagy pajzsot? Ja, látom. Ezzel a karakterrel jól lehet sebezni. Úgy néz ki, hogy ezzel a lefele csapással is nagyon jókat lehet menni. Amikor így a földre csapom le az enemit. Nagyon nyomom, srácok. Mindenki nyomja az ugrálás jobbra-balra. Majdnem leestünk. Ez az. Láttátok? Szóval nem igazán értem, remélem a Full Release-re azért értelmesebb level dizájnok lesznek. Ja, ezt én is értem, de biztos valami amúgy. Jézusom, srácok! 539-es sebzés, mert a rematch. Ők is akarják. Mehet még egyszer, ez király volt. Bár annyira nem értem, hogy működik a képessége, de mondtátok, hogy lehet vásárolni sebességet, pajzsot. Nincsen semmi pörkünk, sajna. Kicsit nekem ez olyannak tűnik, mint az a stratégia, hogy ha nem tudod, mit csinálsz, akkor az ellenséget csak fogadod. Na ezek a játékokban az elején nyilván az ember... vagy azt nyomja, ami beválik, vagy az, ami így csak így spebeli a kontrollert, azt hát ott történik majd valami. Bozon, ne egyértelműen nyomtam a rúgást, mert ez iszonyatosan jó volt. Na, végre egy új pálya! Szevasz, Batman! Ha nézzünk, már meg is csapkodtak. Lehet, hogy csak nem ismerték a pályát. Nem! Nem tudtam ugrani. Basszus! Már kétszer lezuhantunk. Yeah.
Hoppá! Na, pillanat, elveszettem, hogy hol vagyok. Ne dobálj! Eat my sword! I won't make that mistake again. Hoppá, nem is ott volt. Ó, de jönnek itt a coinok. Csak úgy föl meg lemegy a srác, a a Superman. Hoppá. Ugrálnak mindenfele. For justice! Na végre. Annak le kell esni ott. Persze, Supermanus! Annak ott meg kell halnia. Oké! Meg lett? Jó. Hú, van-e lokánkóp a játékban? Nem tudom. Nem tudom. $423 dam. Srácok, én csak úgy osztom itt a damokat ebbe a játékban, meg a KO-kat. Hazudnék, ha azt mondanám, hogy értem, mi zajlik a képen. 2v2 mérkőzés az best. Ennyi tudok neked mondani, hogy ennyi biztos. Úgy van, ha lefele X-et vagy Y-t nyomsz, akkor a táskájából előveszi a kalandra fel... lévő eladó kacsát. Ó, hát éneket nem nyomtunk. Menjünk még egyet? Menjünk még egyet, hát ha akkor már így ki tudjuk ezt próbálni. Ez most egy, azt jelenti, hogy 2000? Még egyet Finnnel, jó? Szia, Zoe! Aztán majd átváltunk. Nem is tudom kire. Batmanusra kéne. Ezek botok vagy ilyen jó vagy? PvP-t nyomunk. Ez PvP szféra karcolom. Na, 8-as Tom és Jerry, meg 2-es Zsáke. Na, mi változott? Milli attack a földön 5%-kal durvább. Van velünk egy taz. Na, kíváncsi leszek, milyen lesz Tom és Jerry ellen játszani. Az egy mágus karakter. Abergedeket tudsz venni a coinból, amit dobál Finnnek, ha a csapattársad vagy te sebzel, speed boost, stb. Ah, csak nem. Majd lefele X, lefele Y, oké. Okay. Ezeket majd megpróbálom megnézni így a harc hevében. Aha, megvan. Megvannak.
Juhú! Jó, hogy majdnem lássunk. Azért a Tommy és Jerry nagyon jól mozog. Megevett. Ú, az ott majdnem. Úristen, max 10 speed boostod lehet, aha. Nyomtam a speed boostot, bár nem éreztem semmit, de biztos úgy volt. Na, hát mondtam én, hogy a Tom és Jerry nagyon jól nyomta. Let's go bizony. Megint én, hát ez egy nekem való játék, látod. Ez egy nekem való játék, szélre karcolom, látod. Nem bírok magammal. Ja? Persze. Na. Tom és Jerry és Taz. Szegény. Jó lenne, ha majd egy Super Smash Bros. Szintet hozna végre. Hát figyelj, ez még csak az eleje. Még csak alfa vagy beta. De biztos, hogy megtalálja ez a játék is a közösséget. Nem figyeltem, milyen pálya lesz. Csak ne az a béna pálya legyen. Na, ez jó. Aszta. Szihetetlen. Asztara, tehát ebből halál lesz így. Hát igen, tehát hogy így Jerry úgy köpköd minket, hogy... Most lehet, hogy kapni fogjuk, srácok. Red team,
tudok megmozdulni! Jesus. Kikaptunk, az első kikapás. Mondom. Nem, köszi szépen, nem. Biztos, hogy nem. Na. 4-es lett Finn. És most már ki tudunk próbálni egy fizetős karaktert. Jaj, a play again-re nyomtam. Mégsem. Na, tehát... kollekció. És akkor... Arya, aha, Superman is van például, a Batman. A Superman nyomjunk. Nézzük meg Supermant. Tessék, már meg is van, be is gyűjtöttem, mehet. De nem kell nézni róla semmit. Áj, az az egy defeat, az annyira csúnyán néz ki, nem? Choose your character. Let's all fight fair and this should be fun. Meséltek közben nyugodtan Supermanről, hogy ő mit tud ebben a játékban. Oda néz, Superman és Wonder Woman. Persze nekik már pörkjeik is vannak. Csalás! Klasszik 3 platforms. Lesz a pálya. Ah, hát ez az. Let's hit 'em hard and fast. Don't worry, I'm here. Heading sky high. Ah, megvan. Nem. Milyen menő ez a platform? Az a gond, mindjárt el fogok szállni. Ready to fly?
got this. I got you, Garnet. Ooh. Nah. Ooh. Fú. Ne, és kirúgtak. Time to cut loose. Heading sky high. Special delivery. Going up. Match point. Blue team. Jaj! Need to remember that move for the future. Oké. Sikerült. Jó. Hey, looks like you lassoed up another victory. Continue. Ők szeretnének egy visszavágót, legyen. Már megint egy MVP. Ez ilyen megúszós nap, mire gondol? Ja, hogy map. Jó, azt hittem, hogy nap. Már annyira nem nyomtunk vele kombókat. Így a végére... Így végére egy bozon, mit szóltok? Jaj, a textúra nélkülére. Jó, félreértettem, azt hittem, hogy azt írtad, hogy nap. Trophies Edge lesz egyébként a pálya. Prepare yourself. Beosztuk a main karakterünket, most mindenkit elverünk. Már csak emlékezni kell, hogy hogy csináltam. Now this is what I call a classic team up. Megvan. Jújjúj, mit csinálok én ott, srácok? Ne, srácok! Nagyon bogzolnak. Ne várjatok, közre fogtak. Ez volt az a gomb. Még jó, hogy ott volt a shieldje. Jújjúj! Jó.
Na, ez összejött. Új, oh, basszus. Nem próbáltuk még ki Tom és Jerryt. Oké, összehozta! Micsoda? Ha nem jó. Jújjúj! Na végre! Ott is van! Ott is van! Jó, ez így a végére, ez így jó volt, srácok. Skip, kaptunk egy csomó mindent. Jó. Nem játszunk még egyszer, az is biztos. Még nyilván ki lehetne próbálni több karakter, de hát látjátok. Megnyomtuk, ötös szintű lettem, ott van. Scooby, Superman, Finn, mik vannak ott, hogy ne takarjam. Igen, Finn, Harley Quinn, bozontot akartam mondani. Azt mondtam? Valószínűleg azt mondtam. Tehát, hogy így megnéztük ezeket a karaktereket, még meg lehetne nézni egyébként a többit is nyilván. Ennyi meccsből egyet buktunk, ez 10 meccs, 10 meccsből egy lose. Jobb voltunk szerintem, alapvetően. Ez a stílus egyébként király, de hogy is mondjam, Én ezt a stílust, ezt így úgy elengedem, hogy megnézem a játékokat. A Brawlhalát azt így nagyon élveztem annó, annak idején. Mikor is? Hát, ez már szerintem 5 éve, hogy utoljára Brawlhaláztam. Akkor nagyon élveztem, nagyon tetszett, de így nekem elég ebből a játék stílusból egy kipróbálás. Csak szerintem végtelenül mobile friendly a UI? Hát nem csak szerintem. Nekem kisé az az érzésem volt, mint hogyha így a Fortnite-ot nézném. A UI design miatt. De így ennyi. Rank is lesz majd benne nyilván. Itt pedig láttam egy olyat, hogy custom game. De azt már nem is tudom, hogy hol kell elindítani. Ali? Ott van. Practice. Aha. Na és itt van. Create lobby. Add bot, invite player. Ja. Customet lehet invite-tal csinálni, de mások nem tudnak csatlakozni. Úgyhogy... hát majd ilyen join lobby is lesz majd. Coffee versus AI, botok ellen lehet nyomni. Ó! Oh. Még ilyen is van. Hát figyelj, lobbyt lehet csinálni, a join az arra vonatkozik, hogy ha nincs ismerősöd, akkor nem tudsz bejoinolni egy custom lobbyba, csak úgy, hogyha valaki meginvel téged. Egy V1, 2V2, meg FFA van benne. Tehát akkor gondolom 1V4, és itt vannak a pályák, amiket egyébként pont takarok. De itt van, Trophy Edge,
Triforce, Trophy Edge 2, Scooby's Haunted Mansion és a Batcave, meg kettő Training Room. Ja, tessék. Training Room, ja, itt vannak a pályák. Két pálya van jelenleg, ami gyakorlatban azt jelenti, hogy 1, 2, 3, 4, 5 pálya a 7, mert hogy kettő duplázva van. Úgyhogy ennyi pálya van, srácok. Hát valószínűleg ez ilyen nagyon crossplay, nagyon cross platform lesz, így már csak az alapján is, hogy Warner Bros. Account kell hozzá. Ingyen lesz játszható, és valószínűleg mindenhol is ez ingyenes játék, igen. Csak most beta, és az árbétába kevesen tudtak bejutni, és ha jól emlékszem, úgy működött, vagy úgy működik, nem tudom már, hogy van, hogy aki kapott meghívót, az 3 másik embernek tudja tovább küldeni. Állítólag. De én nem láttam semmi ilyesmit, hogy én így tudnék küldeni nektek bármit is, úgyhogy azért nem mondtam. Szóval, ja, ahogy a Mortal Kombat-szerű játékok, úgy ezek a brawlerek sem az én műfajom, de remélem, hogy tudtam nektek ezzel újat mutatni, vagy legalább felhívni a figyelmet arra, hogy lesz majd egy ilyen játék idén. Még nem tudni a pontos megjelenési dátumot, jelenleg legalábbis én nem tudom. Azon kírva, hogy 2022 a Steam oldalára, valahol azt írták, hogy december 31, de hát ez nyilván hülyeség, mert hogy azért december 31, mert hogy még idén meg fog jelenni. Hajrá, hogyha még így bejuttok ebbe a zárt bétába vagy alfába. Nem is tudom, hogy pontosan most mi van. Illetve jó játékot majd hozzá, hogyha csapatjátok, meséljetek róla, hogy tetszik nektek, vagy hogy tetszett, játszottatok-e már hasonlókkal, vagy van-e valami hasonló javaslatotok. Én például ma, így ahogy így utána jártam, tudtam meg, hogy van Nickelodeon-os brawler játék is, és mondja, Bobbal is lehet csapkodni.